Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Elmondom röviden a történetet, hogy jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején nagyon szomorú voltam emiatt, és a Biblia segített, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Annak idején is, meg jelenleg is, hiszen a hitem az megmaradt. Annak idején kerestem a kapcsolatot valahogy az égiekkel, és jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és olyan játszadozva láttam, hogy ez a nyaklánc úgy kimozdul, mint egy inga, és kaptam bizonyos szavakat, mondatokat, és ebben a pillanatban voltak gondolatok is, ami kívülről jött. Így alakult ki ez a kommunikáció, ez a beszélgetés ezzel a forrással. Én úgy tervezem, hogy naponta kinyitom a Bibliát, és közlöm azt, amit ez a forrás mondani akar számunkra. Én ezt nem tudom befolyásolni, úgyhogy azt közlöm, ami így a Bibliából jön. Természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes üzenetet, mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam 4000 forint. És most megnézzük az aktuális energiát, illetve üzenetet. Jelenleg fontos a munkád és a hivatásod. Ha jelenleg indítasz valamit, az kivirágzik. Valaki közeledik hozzád, és ez erőt ad számodra. Te nagyon sokat sírtál, valaki megbántott téged, de jóra fordul minden. Ügyelj a gondolataidra. Búcsúzz el olyan gondolatoktól, ami elszomorít téged. Inkább tervezz valamit, amit szeretnél megvalósítani. Figyelj most az anyagiakra, és spórolj egy kicsit. Későbbiekben majd lesz növekedés, lesz nyeremény.
Ez a háború még eltart ugyan egy darabig, de a későbbiekben lesz valaki, aki cselekedni fog, és lezárul ez a nehéz időszak. A hit, a fény és a szeretet visszatér. A múltban volt valaki, aki becsapott téged. Ez az illető ezt megbánta. A lelked mélyén érzed azt, hogy jóra fordulnak a dolgok, hogy megkapod a megbecsülést és a szeretetet, és tényleg így fog lenni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!